Mi volt a legelső mém a világon? Egyáltalán mik azok a mémek? Már egy jó ideje fut ez a netlegendák sorozat, ahol mindenféle internetes mémek meg netes legendáknak a háttér történetét próbálom feldolgozni, de mégis sosem készült még egy ilyen alapozó epizód, amiben egyáltalán beszélünk arról, hogy amúgy mik azok a mémek, és hogy amúgy az interneten kívül milyen ősi eredeteik vannak. Úgyhogy nézzük ma meg az Unibet támogatásával, hogy honnan jönnek a mémek esetek, hogy mi lehet a legősibb mém. Sziasztok, én Dani vagyok, várjuk itt vele! A játékos időnek vége. A mém, mint kifejezés, Richard Dawkins 1976-os könyvéből, az önző génből származik. A könyv nagyon leegyszerűsítve az evolúció kutatás génközpontú szemléletét mutatja be. Míg a korábbi kutatók és tudósok az evolúciót sokkal inkább fajok fejlődéseként fogták föl, addig Dawkins szerint sokkal fontosabb szereplő ebben az egészben a gén, ami kvázi önző módon saját magát reprodukálja tovább a mindenféle lényeken keresztül. A gén ugyanis az a kód, azok a gyakorlatilag szavak, amiből a DNS felépül, amik megmondják a sejtjeinknek, hogy milyen fehérjéket állítsanak elő. Dawkins elmélete szerint a gén sokkal központibb eleme az evolúciónak, mint bármelyik faj is lehetne, hiszen gyakorlatilag a gének azok, amik egyfajta védelmező robotokat építenek maguk köré, ezek ugye a mindenféle élőlények, akár állatok, növények. Ugyanígy felvetette, hogy az emberi kultúrában is megfigyelhetőek ugyanazok a jelenségek, mint az evolúcióban. A kultúráknak is vannak ugyanolyan alapvető elemei, mint a gének, amik önmagukat akarják fenntartani és rákényszeríteni az embereket arra, hogy ismétlés során fennmaradjanak, és ezekből az alapelemekből végül összeállnak a komplex lények, amik a mindenféle kultúrák. A görög mimézis és a gén szó kombinációjából alkotta meg ezekre az elemekre a mém szót. Na most, ha bármennyire foglalkozol internetes kultúrával, akkor jól látszik, hogy mintha ma teljesen máshogy használnánk ezt a mém kifejezést, mint Dawkins megfogalmazásában. A Dawkinsi mémek utalhatnak bármire, amik a kultúrának az alapelemeit adják. Lehet például a divat, vagy egyes főzési alapelemek. Egy tipikus Dawkinsi mém például szerintem a töltött tészta. Ha megnézed a világ kultúráit, szinte mindenütt létezik valamilyen tésztához hasonlító dolog, amit gabonaörlemény és víz kombójából összegyúrnak, és aztán fognak zöldségeket, meg húsokat, vagy tejtermékeket, és azzal megtöltik, és utána kifőzik, kisütik, stb. Ez a töltött tészta mém nagyon sok kultúrának az alapeleme, és fenntartotta magát ki tudja hány ezer éve. De hogy lett ebből az, hogy a mém az ilyen internetes vicces dolog? Ahogy az internetes kultúra fejlődött, elkezdtük mémeknek nevezni azokat a vicces képeket, videókat, szövegeket, amiket elküldözgetünk egymásnak, és aztán valamilyen sémára építve mi magunk is újakat csinálunk. Ahogy a New York Times mémekről szóló elemzésében Saint Hoax, az egyik legnépszerűbb instagramos mémoldal vezetője megfogalmazta, a mém lehet bármilyen újra felhasznált média, ami valamilyen kulturális, társadalmi vagy politikai üzenetet hordoz a humor segítségével. De ne felejtsük el a mém szó eredetéből azt a fontos részletet, hogy a mém is ugyanolyan önző, mint a gének. Tehát a célja az, hogy reprodukálja magát és az embereket kvázi eszköznek használja arra, hogy újra termeljék őt. Tehát sokkal közelebb van valami vírusszerű elemhez, ami beivódik a fejedbe, mint mondjuk egy dalnak egy részlete, és nem tudod abba hagyni, hogy dúdold, és ezáltal másokra is ráragasztod. Szóval a mém az egy olyan dolog, hogy ha látod, akkor felismered. De nem tényleg, tehát hogy ilyen nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is pontosan az. Gyakorlatilag két különböző dolognak a kombinációja, amik valamilyen újfajta jelentést kapnak, és arra inspirál téged, hogy te is valami újat csinálj ebben, vagy megoszd másokkal. És a mém, mint ilyen, ezáltal reprodukálni tudja magát. Na most, ha így most kb. Megpróbáltuk leszűkíteni a mémnek a definícióját, akkor mi volt az első ilyen mém? Ezt a kis táncoló babát az Autodesk 3D modellező és animációs szoftverhez készítették Michael Girard, Robert Larry és John Chadwick. Gyakorlatilag egy ilyen példafájl volt, ami a Character Studio plugin alapvető funkcióit volt hivatott bemutatni. Egy teljesen natúr 3D-s modell, ami egy teljesen natúr alap 3D-s animációval van ellátva, és ezen keresztül megnézheted, hogy milyen beállításokkal lehet ilyen animációkat létrehozni. Az, hogy ez a kombó ennyire nevetséges volt, hogy egy
pelenkás kisbaba táncol felnőtt módjára és visszálja magát, az részben egy ilyen véletlen egybeesés, részben pedig hát persze, tehát unatkozó programozók szándékosan valami vicceset csináltak. Ebből az animációból nyilván hamar készült egy GIF, és a korai internetes felhasználók teljesen rápörögtek. Később kiderült, hogy a Nine Inch Nails zenekar egyik árdirektora, Rob Sheridan volt az, aki a 90-es évek elején egy Dancing Baby oldalt is üzemeltetett, ahova a felhasználók beküldhették a kedvenc Dancing Baby mutációikat, akár mindenféle zenei aláfestéssel vagy grafikai elemekkel felturbozva. Ezen az oldalon született meg az a híres verzió, ahol a Blue Swede Hooked on a Feeling című számának a részlete van bejátszva a GIF alá, és nyilván ez lett a legnépszerűbb ebből a táncoló babából. Annyira, hogy konkrétan még az Ellie McBeal című sorozatban is felbukkant ez az animáció ezzel a zenei aláfestéssel, ami a baba jelentőségét a popkultúrában még magasabbra dobta, mint addig volt. Táncoló kisbaba volt az egyik legelső jelenség az interneten, amit akkor még nem neveztünk mémnek, mert akkor még nem alakult ki ez a kifejezés erre, de a legkorábbi prototípusa volt annak, ahogy ma a mémek terjednek az interneten. És bár nehéz pontosan belőni az évszámokat, és még mindig csak valószínűleg a legkorábbi internetes mém a Dancing Baby, még ha tényleg a legkorábbinak is tartjuk, az internetes mémjelző nyilvánvalóan magában hordozza, hogy voltak internet előtti másfajta mémek is. Kilroy was here. Ez a kis felirat és ez a rajz az, amit a nagyon sok kutató az egyik legkorábbi olyan mém-mémnek tart. Egy figura, aki nagy orrával áttekint egy fal fölött, kopasz feje látszik a háttérben, két kezével kapaszkodik, és mellette, fölötte, de legtöbbször alatta pedig ott van a felirat, Kilroy was here, vagyis Kilroy itt járt. 30-as években egy iszonyú népszerű graffiti volt Amerikában, és egyszerű volt lerajzolni, könnyű volt felírni, és az emberek találták annyira viccesnek és könnyen reprodukálhatónak, hogy bárhova mentek, egyszerűen láttad mindenhol, és hogyha olyan helyre mentél, ahol még nem láttad, akkor te is oda akartad rajzolni, mert vicces volt. Aztán, hogy kitört a második világháború, és az amerikaiak is beszálltak, rengeteg amerikai hagyott az otthonát, hogy Európában vagy a világ bármely tájékán szolgálatot teljesítsen. És nyilván, ahogy ide megérkeztek, nagyon sok olyan házfallal meg villanyoszloppal találkoztak, ahol még nem szerepelt az, hogy Kilroy was here. Úgyhogy nyilván ezek az amerikai katonák elkezdték összefirkálni a francia házfalakat is ezzel a felirattal és rajzzal. Egy időben már odáig fajult a dolog, hogy amikor egy katonát valami felderítő küldetésre küldték egy olyan helyre, ahol amerikai csapatok még nem jártak, nyilván megragadta az alkalmat, hogy ide is felrajzolja, hogy Kilroy was here. Nyilván egy kicsit anekdotikus történet, de egyfajta ilyen reményt adó kabala figurává vált Kilroy, aki mindig azt mutatta a katonáknak, hogy ahogy nagyobb csapatokban érkeznek, bárhova mennek, Kilroy már járt itt, és Kilroy szép lassan felszabadítja egész Európát. Két másik sztori, amit egy Kilroyról írt hosszabb elemzésében felhoz Svati Suna, hogy még személyesen Adolf Hitler is meg volt ijedve Kilroytól. Amikor a német hadsereg felső vezetéséhez elkezdtek jönni a hírek a katonáktól, hogy mindenütt ezt a graffitit látják, felmerült az a félelem, hogy mi van, hogyha ez tényleg konkrétan egy személy, egy zseniális szövetséges kém, aki mindenhova be tud jutni. Fel sem merült az a gondolat, hogy nem egy személy, hanem egy egész hadsereg az, ami mindenhova be tud jutni, és terjeszti ezt a graffitit. Egy ehhez hasonló sztori, hogy a potsdami béke konferencián is a privát VIP WC-ben, ahol ugye nyilván csak a delegáció léphetett be, ott is felbukkant ez a rajz, és a paranoid Stalin meg volt ijedve, hogy uram, atyám, ezek az amerikaiak milyen ügyes kémek, hogy még a WC-ben is, amit előre ellenőriztek, már előre ide tudtak jönni. Szeretném leszögezni, hogy ez a két sztori amúgy nagyon híres a Kilroy-jal kapcsolatban, és hogyha hallottatok már a Kilroy mémről, ti is hallhattátok, de viszont ezeknek a valóság alapja elő sem megkérdőjelezhető. Be akartam ide rakni őket, de muszáj a végén megjegyeznem, hogy amúgy valószínűleg nem igazak. De honnan jött ez a rajz? És miért pont Kilroy? Maga a rajz az még egész könnyen megmagyarázható, hogyha le akarsz rajzolni egy leegyszerűsített emberkét egy vicces pózban, akkor ez a legkézenfekvőbb, és amúgy ez a rajz többféle névvel is terjedt a világon már előtte is. A Kilroy név szimplán csak a legnépszerűbb lett ebből. Legvalószínűbb elmélet szerint egy bizonyos James J. Kilroy volt a mémben is szereplő Kilroy. A mém népszerűségét is alátámasztja, hogy az amerikai tömegközlekedési non-profit ATA csinált egy ilyen publikus felhívást, hogy kiderítsék ki a Kilroy, a híres Kilroy a világháborús mémekből. Ekkor bukkant fel James, aki egy dokmunkás volt Massachusettsben, és gyakorlatilag a nagy hajók összeszerelésén dolgozott. Amikor ezek a dokmunkások fizetést kaptak, akkor többnyire
a becsavarozott csavarok száma szerint kapták a fizetésüket, úgyhogy mindig, hogyha valaki kész volt egy műszakkal, akkor egy krétával megjelölte az utolsó csavart, amit még ültek erdbe. Nyilván voltak olyan svindlerek, akik megpróbáltak úgy több fizetést kapni, hogy letörölték az előző krétajelet, egy kicsit visszább felrajzolták, hogy ők kapjanak több pénzt. Ezt elkülönülendő, ez a James J. Kilroy odaírta a nevét minden csavar mellé, amit ő csavarozott be, hogy ne lehessen olyan könnyen letörölni. Na most a sztori szerint a mindenféle matrózok, akik ezeken a hajókon teljesítettek szolgálatot, amin Kilroy összefirkált lent, amikor valami szerelést kellett elvégezniük a hajótestben, és lementek olyan helyekre, ahol hát tudomások szerint még senki sem járt, és aztán találtak egy feliratot, hogy Kilroy was here. Ez egy annyira viccesen mitikus figura képét alkotta meg a fejükben, aki tényleg mindenütt ott van már, hogy elkezdték mindenfelé felrajzolni, ezért lett olyan népszerű graffiti. Van egy másik szimbólum, amit viszont minden bizonnyal még korábban elkezdtek az emberek mindenhova felrajzolgatni, ez pedig a híres, univerzális S. Három függőleges vonal, két sor van, aztán átlós vonalakkal összekötve, hogy egy ilyen S betűhöz hasonló mintát kapjunk. Nagyon sokan próbálták meg kideríteni ennek az eredetét, és bár a fix eredet még mindig nincs meg, a híres videó esszéiről ismert Lemino nagyon sok olyan forrás nyomozott le, amik minden valószínűség szerint a 20. századnál is korábbra teszik ennek a felbukkanását. Nyilván a graffiti kultúrában is nagyon népszerű volt ez a rajz, sokan S vagy akár 8-as szimbólumként használták, viszont a nyom, ami biztosan Kilroy előtre vezet minket, az egy könyv, az 1890-es Mechanical Graphics. Ezt a könyvet egy bizonyos Frederick Newton Wilson írta, egy egyetemi professzor, aki mindenféle nyomdában előállítható geometrikus grafikák készítésével foglalkozott. Nem kizárt, hogy személyesen ő találta ki ezt a rajzolási módot, hogy hogyan lehet egyenes vonalakból előállítani ezt az S betűt, de az sem kizárt, hogy egy meglévő ötlet dolgozott fel és rakott bele a könyvébe, minden esetre ez biztosan a 20. század előttre visz minket. Nem tudni, hogy ennél is korábbra visszanyúlik az univerzális S-nek a története, ez a legrégibb nyom, ami biztosan a 19. századra vezet minket. De ez még mindig csak a 19. század. Egészen biztos, hogy nem voltak még korábbi rajzok, amiket az emberek csak gondolkodás nélkül reprodukáltak és kb. Ilyen mémként használva rajzoltak mindenhova. Sator arepo tenet opera rotas. Vagy hogyha visszafele olvassuk, Sator arepo tenet opera rotas. Igen, ugyanaz. A Sator vagy rotas négyzet az időszámításunk első évtizedeiben kezdett terjedni a római birodalom területén. Ez a kis 5x5-ös négyzet gyakorlatilag egy palindróm. Azokat a kifejezéseket hívjuk így, amik oda és visszafele is olvasva ugyanazt adják ki. Ehhez képest ez a négyzet bármelyik sarkából elkezdhető, bármilyen irányba elindulhatunk, és ugyanazt a szósorrendet kapjuk meg, jobbra, balra, fel, lefele is. Hogy pontosan mit jelent ez az öt szó, azt máig nem sikerült egyértelműen megfejteni. Az arepo kivételével a másik négy szó amúgy létező latin szavak, viszont minden így több értelmű, szóval ahogy kombináljuk őket, sokféle jelentést ki lehet hámozni belőle. Az arepói földműves nagy gonddal vezeti a kerekét. Nagyjából ez a legalapabb definíció, amit el lehet fogadni fordításnak. De vannak, akik szerint nem is sorban kell olvasni, hanem oda-vissza, mint ahogy szántanak, tehát Sator opera tenet, tenet opera Sator. Ha ezt próbáljuk meg lefordítani, akkor kb. Az jön ki, hogy ki mint vet, úgy arat. Ez pedig már nagyon-nagyon régóta létező közmondás nagyon sok nyelven, ez is egy egész logikus magyarázat lenne jelentésre. De voltak, akik keresztény, zsidó szimbolikát láttak bele, sátánista imát is ki lehet olvasni belőle, de pont ellenkezőleg akár egy ördögűző ima szövegét is. A kutatók mind a mai napig nem tudnak egyetértésre jutni, hogy mit is jelentetett pontosan, mi is volt az igazi célja, mert hogy a négyzetekről, a négyzeteken kívül szinte semmi nem maradt fenn. A négyzetekből viszont nagyon sok. Falfirkaként, templomok tégláiba vésve, Franciaországban egy ajtóra írva. Ha a római birodalom idején jártál bárhova, akkor találkozhattál ezzel a négyzettel, és hogyha tudtál írni meg olvasni, feltűnhetett, hogy milyen viccesen palindróba vannak rendezve ezek a szavak, és te is odafirkálod valahova. Ha viszont a római birodalom után, a középkorban jártál, keltél a római birodalom romjai között, akkor rendre felbukkant ez a fura, latin, négyzet, mindenféle mitikus, mágikus szavakkal. Nyilvánvalóan mindenki belelátott mindenféle akár isteni, akár sátáni valamilyen eredetet, és elkezdték újra felhasználni ilyen varázsigeként. Valószínűleg ugyanúgy, ahogy az univerzális S-ről, a Sator négyzetről sem fogjuk soha kideríteni, hogy mi volt az igazi jelentése, mi volt az a jelentés, ami az első embert motiválta arra, hogy lerajzolja.
De hogyha azt nézzük, hogy a mém célja önmaga reprodukálása, akkor nem is fontos, hogy legyen benne bármi értelem. A lényeg az, hogy pont annyira maradandó emlék legyen, pont annyira érdekes legyen, hogy megtölthető legyen bármi értelemmel, és az emberek újra meg újra le akarják rajzolni. És igen, hogyha láttad Christopher Nolan Tenet című filmjét, akkor biztosan már neked is feltűnt, hogy gyakorlatilag az a film is egyfajta Sator értelmezés. Van ugye Sator, meg Arepo nevű szereplő is a filmben, a Tenet nyilvánvalóan egy központi eleme az egész filmnek, az opera egy fontos helyszín, és bizony a kikötőben a biztonsági cégnek a neve a Rotas, tehát mind az öt szó felbukkan a filmben, és nyilván a film logikája is épül erre az oda-visszaságra. Ha megpróbálunk még ennél is korábbra visszamenni az időben, akkor ott már nagyon kevés feljegyzésünk van arról, hogy miket is gondoltak és miket csináltak az emberek. Lemerem fogadni, hogy az ősi egyiptomiaknak is volt valami vicces szimbólumuk, amit mindenhol felrajzoltak és falfirkaként felbukkant, viszont ezeket még nem sikerült megfejtenünk, hogy egyáltalán feltűnjön, hogy ez is valami mém volt, vagy hogy egyáltalán mit jelenthetett. De megközelíthetjük onnan is, és ezt nem akartam kiadni ebből a videóból, hogy vannak olyan mai mémek, amik bronzkori feljegyzésekre alapulnak. Például a legősibb panasz levél, amit időszámításunk előtt 1750-ben írt egy bizonyos Nanni, egy Ean Nassir nevű kereskedőnek, aki bár jó minőségű rezet ígért, rossz minőségűt adott, és még megvetéssel is kezelte a futárt. A legősibb panasz levél titulus pedig nyilván megiklette a mémgyártókat, akik a 4chan, Tumblr meg Reddit legmélyebb bugyraiban gyártják a mémjéket, és még TikTokra is eljutott ez a mém, és személy szerint nagyon szerettem. De 2020-ban született egy még furább mém, az Oh Yeah, Oh Yeah, ami egy ilyen fura, pálcika, emberszerű figura, aki mindenféle hülye helyzetekben táncol értelmetlenül. Az eredeti rajz időszámításunk előtt 1800-ból származik, egy kőbe vésett szimbólum gyűjteményként, és valaki meglátta ezt a rajzot, és az jutott eszébe, hogy milyen vicces formájú ez a kis pasas, és elkezdett mémeket gyártani belőle. Ha úgy vesszük, ezek is olyan alkotások, amik valamilyen belső tulajdonságuk, nyilván a humoruk miatt rá tudták venni az embereket, míg év ezredekkel később is, hogy reprodukálják őket. Ilyen formán, annak ellenére, hogy mondjuk a saját korukban nem voltak mémek, mégis nevezhetjük őket ősi mémeknek, hiszen mind a mai napig fennmaradtak, és ismerjük őket, és reprodukáljuk őket. Ami talán a leglényegesebb ebben az egész nyomozásban, és amit ebből a videóból ki akartam hozni, hogy a mém, bár egy nagyon mai dolognak hangzik, és nagyon az internetes kultúra jut róla eszünkbe, valójában egy sokkal régebbi dolog, mint gondolnánk, és egy sokkal központibb, meghatározó eleme a civilizáció és a kultúra fejlődésének, és remélem ezt most már ti is látjátok. Mi volt a legelső mém, amivel ti találkoztatok, amin keresztül megpróbáltátok megérteni ezt a mém kifejezést? Vagy találkoztatok valamelyik ilyen ősi mémmel már korábban is? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban. És akarok még egy ilyen fura kérést intézni hozzátok, hogyha akár ti, vagy akár bármelyik ismerősötök valaha szerepelt bármilyen mémben, vagy van köze bárkihez, aki valamilyen magyar mémben szerepelt, akkor a ti jelentkezéseteket is várom, mert bár le tudom nyomozni nagyon sok mémnek a szereplőjét, a kapcsolatot felvenni velük már sokkal nehezebb, mert sokszor ők személyesen már nem nyitottak a kommunikációra egy ismerősön keresztül, pedig talán egyszerűbb lenne. Szóval, ha ismertek bárkit, vagy ti magatok vagytok ilyenek, nyugodtan keresetek ti is, akár a Discordon, akár bármilyen social felületen, vagy e-mailben, amit a csatornához megvan adva, ezt is nagyon megköszönöm nektek. De, ahogy mindig, most is nagyon sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek és feliratkoztok, várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet. Sus.